Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Helyzet az, hogy sosem játszottam a Death Stranding-gel. Ajánlották, sosem történt meg, úgyhogy én most úgy gondoltam, hogy ezt meg fogom nézni egy ilyen laza fél óra keretében, hogy mégis mi az Istenről szól. Annak ellenére, hogy Kojima az hírhett arról, hogy irgalmatlan módon, pofátlan, hosszú, fél mozinyi átvezetőket készít, de remélhetőleg nem ennyivel fog indulni a játék. Szálljunk rá egy 30-35 percet, hogy megnézzük, jó? Ha ismeritek, nézzétek el a bénázásomat. Ha nem ismeritek, akkor nézzünk bele az elejébe mind a ketten. Sokan, remélhetőleg. Automatikus mentés, köszönöm szépen. Normál módon, mert fingom nincs, hogy mit tud csinálni. Igen, így kezdem. Nem is nagyon mászok tovább. Nagy betűméretet szeretnék, köszönöm, mert nincs rajtam a szemüvegem. Nagyon kíváncsi vagyok, Metal Gear Solid óta nem játszottam Kojima játékkal, szóval innentől kezdve fogalmam sincs, hogy mire számítsak, oké? Nem tudom. Ez a születésnap, ne basszál már meg, hogy tényleg? Tudja, hogy valamit szeretne tőlem majd későbbiekben. 100%, jó? Tehát Kojima az ilyen szempontból mindig egy beteg, és igen, ez valós, jó? Megerősített, köszönöm szépen. Na, ez nem tudom mit jelent, de oké, ez már borult, oké, nem tudom mi ez. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Heavy clothes, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, wrist your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.
tunnel! Oh, great. Fuck. Az első gondolatom az volt, ez hogy néz ki, basszus? De atya úristen, ez hogy néz ki? Jézus Mária! Banyek! Istentelen szép! Iszonyúan szép az egész! Közben átmozgatom magamat itt, bocsánat, itt a túloldalra, mert nem tudtam előre, mert megint ott van a hát valahol, Banyek, szóval innentől kezdve ez így nagyon-nagyon fasza lesz, hogyha én telibe takarom. Vagy nem tudom, hogy az hát-e egyáltalán, de az biztos, hogy... Hasznos, na, és most már nem kifele nézek, jó? Oké, na, mozogjunk, nézzük meg, hogy mi a franc van. Merre kell mennünk? Ott mi van, oké? Megragadás bal kéz. Ja, hogy ezt még így is tudom, oké. És figyelj, hogy hány kiló van rajtam, azt a rohadt élet. Oké, hogy futunk? Így sprintelünk, rendben, szkennelés, koppincsunk. Rendben, oké. Még egyszer. Itt vannak cuccok? Mit hagytam itt, vagy nem értem? Nem tudom, mik ezek. Mászás, jó. Aha, ott van valahol a hely. Jó, 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 gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gondolom arra fele kell menni. Mászni kell? Vagy nem? Hűbak! Hogy megmarkolás egyensúlyoz. Ezt nem mondod komolyan. Ez tényleg? Hát ez most ilyen... Mi van? Tök jó, hogy megmarkoltam, de... Hát ez fura, jó? Ez tök fura. Ez nagyon hegy. Ugrok, ezzel ugrok, jó? Áááá! Totál összezúzok mindent az égvilágon, ami nálam van, ez így... És halál. Fuck. Ez gyors volt. Ez egy klasszikus kérdés, hogy mi a faszom folyik itt? Jó, hogy vissza tudok térni valahonnan, oké? Okay? Jó. Hűha, ez meg... Ez nagyon bizarr. Oké, okay, szóval föl tudjuk támasztani az ürgét, oké. Okay. Ezért le kellett esnünk, vagy nem? Vagy nem, de az biztos. Hát ez ilyen... több, mint fura, jó? Több, mint fura. Jó. Ezt nem mondott komolyan, bakker, mert megint lezuhannak, tényleg? Tehát... Ez szerint a hegyet kell másznom, ez annyira nem fasza. Na gyerünk. Gyerünk. Jó, akkor vissza az egész. Ez nagyon bizarr, gyerekek, oké? Ez nagyon bizarr, hogy ezt az egészet végig kell játszani minden egyes halál alkalmával. Nem tudom, hogy miért gondoltak, hogy ez jó lesz, de jó. Oké? Ez nekem baromi tetszik. Na, szóval... most akkor ki kéne találni, igazából, hogy a francba mászok föl? Mert ez így baromi idegesítő. Jó, valamit megettem, okés. És most kurvára magasan vagyok, és valahogy föl kell, hogy... Egyszerre? Jó. De ez nagyon bizarr, gyerekek, hogy most itt szikla mászunk, vagy mi az istennyire ez? Most tényleg. Vagy totálisan nem ott vagyok, ahol lennem kellene. Nem tudom. Konkrétan ott van valami cucc, úgyhogy nekem lehet, hogy körbe kéne mennem. Egyensúlyozunk. Másszál föl, légy, nem akarok még egyszer újra. Na. Rohadtul nem akarok még egyszer errefele jönni, szóval akkor most szerintem lemegyek, az a biztos, jó? Ezt még túléljük, oké? Okay?
Jó, ez így baromi zavaró egyébként. Jó, hegyet mászni nem tudunk, rendben van. Akkor most szerintem megyünk körbe, az a tuti, nem? Vagy az azt várja tőlem, hogy hegyet másszak, nem már. Térképem nincs. Térképem nincs. Mit kiabálsz, hülye gyerek? De valahogy biztos, hogy lehet szikla mászni, csak nem jöttem rá, hogy hogyan. Vagy el tudok menni itt, és nem töröm össze magamat rommá. Ez nekem sokkal szimpatikusabb, jó? Azaz, erről van szó. 48 méter, 40 méter. Szóval ezzel... Értem, szóval akkor... Ez nem tudom mi volt, mindegy. Répityára törtem már mindent, ami nálam volt. Nem megyünk bele.
I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Keeps the time fall away. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for you and his folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Time full fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Jó, jelenleg csak egyetlen egy apró kérdésem van. Mi a fasz? De mi folyik itt? Oké, szóval akkor azt mondja, hogy vérkijelző, ha oké. Kék az az állóképesség, oké, rendben van, így már értem. Jó. Csak oda kéne nekem eljutni valahogy. Szóval, van valami ilyen idő... Tehát van valami ilyen idő eső, ami rendkívüli módon öregít mindent, amihez hozzáér. Meg vannak ilyen láthatatlan cuccok, amiket ez szerint szem az látni nem lát, de érzékel. Szasza, oké. Hova az Istenbe kell mennem? Hova mutatja? Nem tudom. Hát kell, nem? Tudok úszni? Úgy tűnik, hogy tudok úszni. Jó. Gyerünk. Oké, gyerünk. Hang az rohadt jó egyébként, és hogy mi... Hogy veszem föl?
Jó, szerintem elteszik a táskába, az a tuti. Jó, 18,5 kiló. Oké, megvan, arra fele megyünk, jó. Szóval igazából mi vagyunk itt a futárok. Mennyire gyorsan tudok futni ezen a terepen? Tudok azért, jó van, tudok. Mi az Isten nyila folyik ide tényleg? Tehát értem, hogy Kojima az nagyon beteg cuccokat szokott összerakni, de hogy... miért tud visszatérni a csávó? Mi az a baba, amit lát valami nem tudom miben? Bazzeg. Oké, rendben akkor, értem. Ez nem volt annyira fasza. Terep az nagyon szép amúgy. Jó, erre figyelni kell, hogy mi az Isten nyilát csinálok. Jó, zöldön futunk egyébként, nem sziklákon, jó? Tehát az a lényege neki. Oké, ja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 j
Nem tudom, mi ez a zene, de hát zseniális színészeket szedtek össze hozzá, jó? Tehát, hogy Mads Mikkelsen benne van, imádtam a Hannibalban, hogy benne van Norman Reedus. Guillermo del Toro az nyom egy izét, egy cameót benne, tök jó. Totál tök jó. Itt már azért csak tudok, miért hagytak itt sziklákat? Tényleg? Nem már, komolyan. Jó? Hogy jutok át? Úszok? Hát arra biztos, hogy nem arra kéne följutnom akkor. És itt lent? Itt mi van? Hogy itt nyugis a víz, nem? Oké. És hogyha hozz közelebb megyek, akkor tudok kapaszkodni? Elvileg gondolom, igen. Én magamat fogom, megértem. El fog vinni a víz a francba. Mondom én. Vagy nem. Jó. Oké, és szóval rakományunk a szétszóródott. Vedd már föl. Köszönöm. Oké, 20 kilót viszünk, az még annyira nem is életveszély. Jó? Jó, hosszú távon nyilvánvalóan szar, de hát hogyha az az egyetlen opciónk, hogy Norman Reedus-szel csináltatjuk a dolgainkat, az úgy annyira nem jó. Megint szar a terep. Azaz, megálltunk. Hát tökéletes, hát tanulunk. Jó. Oké. Tökéletes, akkor most valami van. Oké, rakomány átjutott, tökéletes. Na, beszélgessünk akkor valakivel. Oda kell vinnem? Nem, följebb, oké. Jó, hogy oda nem tudok fölmászni, oké, akkor lépcső. Mondjuk logikus. Engedjet, hál' Istennek, jó van, oké. Jó. Na nézzük, itt mi folyik. Oké, igen, és most... Jó. Terminál működik, kézbesítést választom, köszike. Mehet, és jó. Oké, rendben van. Most akkor kézbesítettem, vagy nem? Rendelés mi teljesíthető? Oké, rendelés teljesítése. Jó, kiváló. What took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike and some cargo. Sounds like you've been through the ringer. You're running behind, but
The cargo is still all right. Good work. See you next time. Igor, Bridges corpse disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Takuma said you had some kind of phobia. Bridges corpse disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Come and take a look. He's got a date with the incinerator. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with PTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you. With dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out, too. Roll out! Different when I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition.
Then if you were lucky enough to survive, the Timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're up to cut to the BTs.
Help me! Help me! Sorry. Bridges falling down, my fair lady.
Na gyerekek, most úgy tűnik, hogy megint szépen fogtuk magunkat és visszajöttünk a túlvilágra, de továbbra sem tudom, hogy mi az Isten folyik itt, de együtt arra, hogy 25-30 percet fogunk belenézni. Ez istentelen jó, hogy annyira megfogja az embert, hogy mi az Isten folyik itt, mik ezek a lények, mi a dolgunk. Nagyon durva az egész, gyerekek, komolyan mondom. Bocsánat, ezt megállítom menet között. Nagyon durva. Biztos, hogy én ebbe bele fogok nézni, biztos is, hogy nem lesz belőle végigjátszás, egyszerűen tényleg ilyen 20 perces cutscene-ek azok kegyetlenek. És valószínűleg lesz még ebből egy jó pár. Lehet, hogyha olyan hangulatom van, akkor egy ilyen mozifilmre összevágom. Ha esetleg ilyenhez van kedvetek, akkor toljátok ide a kommentekbe, jó? Tehát nekem annyira mindegy, hogy a szabadidőmben éppen milyen felvételeket készítek. Ez úgy érdekelni, úgy mozi szinten, jó? Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, jó hosszú volt, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek, és küldjétek a kommenteket ezerrel, főleg arról, hogy szeretnétek ebből esetleg egy mozi változatot, jó? Millió egy dolog van a fejemben amúgy is, de ez például egy ilyen, szóval. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, következő alkalom is csatlakozzatok hozzám, és legyen szép estétek. Sziasztok!